Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Szocialista Párt februári sajtótájékoztatóján a kedves megjelent szarvasi médiumok képviselőit. Nagy szeretettel köszöntöm a Szarvasi Kábel Televízió kedves nézőit, a Körös Televízió nézőit, a Videókronika kedves nézőit. Tisztelettel köszöntöm a Rádió Szarvas hallgatóit, a újságolvasóit és a Önkati heti lapunk főszerkesztőjét külön szeretettel köszöntöm, Tatai urat. Kedves hölgyeim és uraim, ahogy megszokhatták már a kedves nézőink, hallgatóink, három blogban szeretnék én a mai sajtótájékoztatón önöknek néhány ügyet felvillantani az elmúlt egy hónap eseményeiből. Országos politikai jellegű ügyekről szeretnék néhány szót szólni, sajnos ezekből most több van, mint szokott, mert hogy annyira pörög körülöttünk a világ, ami minden egyes szarvasi polgár, vagy bennünket néző, vagy hallgató polgár életére is hatással van, hogy kénytelenek vagyok erről említést tenni. Szeretnék szólni arról, hogy a Magyar Szocialista Párt mit végzett az elmúlt időszakban. Emlékeztetni szeretnék rá, hogy a múltkor megemlítettem, hogy kongresszusra készülünk, uniós választások lesznek rövidesen, ezzel összefüggésben megtörtént az esemény. Illetve természetesen egy blogban Szarvasváros ügyeiről, várospolitikai dolgokról is szeretnék szólni. Ülésezett a város képviselőtestület, és hát hozott néhány fontos döntést, meg elnapolt néhány fontos döntést. Nos, hát az országos politikai ügyekről annyit hadd mondjak, hogy sajnos melegszik a helyzet Magyarország körül, mert hogy az elmúlt napok fejleményei azt mutatják, hogy miniszterelnökünk kinőtt ezt az országot, én ezt már többször mondtam a sajtótájékoztatóimon, és hát európai babérokra vágyik, de mindenféleképpen a nyilatkozataival és a tetteivel, hát azt eléri, hogy rólunk beszél Európa. Sajnos nem pozitív értelemben beszélünk Európa, hanem kezdik unni mindazt, amit Orbán Viktor személyesen is az ő kormánya csinál, és azért kell erről beszélni néhány mondatot majd, mert hogy ez minden bőrűre megy. Na de menjünk sorba. Az első dolog, amit szeretnék egy mondatban csak nyuszifőként elmondani, hogy kiderült a Paks 2 beruházásról, kedves szarvasia, kedves bennünket itt a környékben nézők, hallgatók, hogy ez egy nagy humbuk idáig. Ezt tudják, miről szólt? Az elmúlt, nem az elmúlt tavalyi, hanem az azt megelőző választások szólt, amit nagyon-nagyon hirtelen meg akart nyerni 2014-ben a Fidesz, meg is sikerült ezt nyerni kétharmaddal, de többek között azért csinálta, mert egy óriási pénzügyi tranzakciót hajtott végre, azt mondták, hogy az évszázad beruházásáról döntöttek, háttér titkos alkuk 40 vagy mit tudom hány évre le titkosítva. Hát kiderült róla a mai napra, hogy először is ki kell majd adni az adatokat, mert ez megszületett, ez egy európai bírósági döntés. Másrészt pedig kiderült róla, hogy mi már ennek a pénznek a 80%-át lehívtuk, és egy kapavágás még nem sikeredett ott Pakson történni, mert hogy ez a fejlesztés ez csúszni fog, ha egyáltalán megépül, én szerintem nem. És a 80%-át már lehívtuk a pénznek, és most az a miniszter, aki Süli János úr, aki ezzel megbízott, annak más dolga sincsen a pénzügyminiszter közösen, mint hogy a rossz konstrukcióba akkor fölvett hatalmas pénzösszeget egy kedvezőbb, a mai hitel piacon kedvezőbb hitelekre váltsák át. Nos, hát lesznek ennek még következménye is, még lesz néhány furcsaság, ami előre kerül, de azért szeretném mondani, tudják, mert nem rólam szól az a történet már, hanem a nálamnál sokkal fiatalabbakról, a középkorúakról, meg a annál fiatalabbakról, meg az ő gyerekeikről. És ezt évtizedig fogja majd különböző korosztályok sora jönni. Na, ennyit arról, hogy Magyarország mai dübörgő kormánya mekkora felelősséggel van a magyar társadalom irányába. Abszolút nem érdekli az önök sorsa, meg mi lesz a jövő, az érdekli őket, hogy akkor, abban a választási helyzetben ez egy fontos lépés volt. Második ilyen rövidnek szánt nyuszifülös megjegyzésem. Ki fog derülni még a következő választásokig, hogy 2018-ban elcsalták a választást. Tudja ezt egyébként mindenki, csak hát nyilván bizonyítani kell tudni, mikor ott tudják, órákra ráállt az országos adatszolgáltatás és a számítógépes rendszer, akkor ott abban lehetett manipulálni, meg mahinálni. Na tudják, az következett, hogy többek között, akinek ennek részesei voltak, szabolcsi polgármesterek sora, függetlenek egyébként, ezek valamennyien, kezdik magukat szembe találni a saját lelkiismeretükkel, meg a tükörrel, amikor reggel fölkelnek, és most már sorra mondják be, hogy hát bizony az ő falujukban is több száz ukrán magyar állampolgár van, akik rendelkeznek magyar iratokkal, de hát három mondatot nem tudnak magyarul elmondani, lehet, hogy három szót sem. És bizony csapolják a TB-kasszát, még hogy oda szavaztak a Fideszre, hát nyilván ez volt a dolognak a lényege.
De hát a nyugdíjrendszerből hiányzik az a több 10 milliárd forintnyi pénz, amit elvisznek ezek a kalandorok, de hát semmi sem drága, tudják a hatalomért. Na ebből is, csak szeretném felvillantani, lesz majd néhány probléma még ebből az országból, ez is az elmúlt hetek egy híre volt. Szeretném elmondani, hogy itt járt, hát nagy sikerre könyvelt el a kormány, mert hát nálunk a kudarcot is el lehet adni sikerként, mert minden a propaganda alában rendelve. Itt járt Pompeo külügyminiszter úr, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere, és hát nagyon jóvárisan, mert ők tudják, úriember diplomata, a diplomácia nyelvén mondta el Orbán Viktornak és annak a fiatal, szépreményű fiatal külügyminiszterünknek, külgazdasági és külügyminiszterünknek, Szijjártó Péternek, hogy már pedig tudjátok, magyarok, először is rohadtul unjuk már, amit a magyar kormány csinál, és nem teljesíti a NATO kötelezettségét. Akkor most vesztek tőlünk egy kis rakétavédelmi rendszert, mert hogy nekünk meg ez eladó, mert hogy a világ a pénzről, meg a tőkéről szól. Kettő, ez a minimum, hogy helyrehozzátok egy picit a becsületeteket a NATO-n belül, mert egyébként elzavartátok az CEU-t, egyébként pedig átírtátok a magyar jogállamot, és hát többet táncoltok Moszkvában, mint ami az ő természetes szükségletük, és ezt NATO-tagként egy korábbi varsói szerződést vezető egyébként világhatalom, ma is katonai világhatalom, mi babelőkra törő és egyébként valóságos hatalomként jelentkező ország részéről ezt nagyon nehezen viselik el. Még az a tanféle adminisztráció is, ami egyetlen egy témában, ebben a kerintés ügyben, mert hogy annak is az a nünükéje ott a mexikai, amerikai határon, a miénknek meg itt a déli határon, hát ebben nagyon egyet tudnak érteni, de minden másban meg nem. Na tudják, nagyon szívélyesen, de hát tudják, egy nap alatt lecsernődött ez a dolog, mert ugye elmondták mindenki a saját értelmezését, de tudják mi, magyarok meg fogjuk venni ezt a rakétarendszert, hogy egy picit a gyeplőt közelebbről vonják. Mert hogy ez amerikai katonák magyarországi jelenlétével fog járni, természetesen be kell tanítani ezt a rendszert. A másik pedig, hogy született egy olyan titkos határozat, amiben benne van, hogy parlamenti engedély nélkül is tartózkodhatnak Magyarországon, immár nem szovjet, hanem majd NATO, illetve amerikai katonák és csapatok. Na, ennyit erről a nagy függetlenségünkről, amiért naponta élete árán is harcol a miniszterelnök úr. Elege lett a partnerünknek, és hát bizony ennek ez volt az ára. Közben egy nagy dolog történt, Orbán Viktor miniszterelnök tizen sokat szóra értékelte az ország helyzetét, ezt mindig ellenzékből is megtette, hát kormányon egy picit nehezebb, mert ugye itt azért sok sikerről nem lehet beszélni, és mindezt tette egy hatalmas nagy fekete kerítés mögött, egy hatalmas nagy fekete transzparens, vagy nem tudom milyen kordon mögött, mert hogy elbújtak ott a hívei, ne látszódjanak, hogy milyen bérelt buszok, honnan, meg kik személy szerint vesznek részt a zárt körű rendezvény, mert ő a saját tyai között szerepel nagyon sokat, amikor kimegy a nép közé, akkor viszont látszik rajta, hogy olyan kockás érdekes módon hát a nyilván a golyóálló mellényt azt nem lehet annyian gyorsan eltüntetni, meg most már az alakja is olyan, hogy azért látszik, hogy kicsit teltebb. Na, a miniszterelnök úr évet értékelt, és hát a nagy semmitmondás után, amiből számunkra az jött át, hogy hát ez az ember ám tisztában van a helyzettel, ugye egyébként fél, nagyon magabiztosan tudja ezt előadni, de hát fél, egy kicsit félettől a májusi választásról, mert ugye én azt nagyon meg akarja nyerni azzal a 8-10%-os szélsőjobboldali általi támogatottsággal, ami neki ott van a Unióban, akiknek a vezére fog lenni előbb-utóbb, mert hogy a néppártból ki fogják rúgni, ez biztos most már, majd erről fog szólni. Na de hát be volt ez a félelem csomagolva ellenségképekben, meg teljesítménykényszerben, már-már az önkény urak csodálatába fürödve ezernyi zászló előtt, ilyet a Rákosi rendszerben lehetett egyébként utoljára Magyarországon látni, ez a 2019-es Magyarország, ezzel a fotóval és azzal a háttérrel. Most miniszterelnök úr 7 pontba gyűjtötte már magamnak, gyűjtötte azokat a családtámogatási hatalmas bejelentéseket, amelyek között van jó dolog is, szeretném mondani. Például az, hogy vidéki csok lesz, az egy jó dolog. Csak hát ki fogja tudni ezt igénybe venni? 7 pontban nyilván nem fogok én ennek most propagandát csinálni, de szeretném önöknek elmondani, hogy ez a 7 pont az érintett korosztályok fél kötőjel 1%-át érinti. Mielőtt valaki hatalmas nagy lelkesen is benne elkezdene. Na de tudják, most május 26-ra kevés ám már
hogy a migránsok, meg migránspártiak itt a nagy ellenfelek Európában. Hát egy darab nincs belőlük a szerb határon, ahol akkora kerítés halmaz van, meg már tizenéves középiskolások, a rendőri középiskolások a védik, mert azok vannak oda vezényelve. Hát mondani kell pozitívot is, a családok megmentője, védelmezője. Miniszterelnök úr, én csak kívánom, hogy sikerüljön neki, de attól félek, hogy magyarok annál bölcsebbek, miután volt itt már az 2001-ben Járai Zsigmond pénzügyminisztersége, és Orbán Viktor miniszterelnökség alatt bevezetett svájci alapú, szeretném a dátumot még egyszer mondani, 2001. június 15. Aminek tudtuk, hogy mi a vége, ezért óvatosabb a magyar, remélem, hogy nagyon sokan, nagyon okosan, vagy nagyon átgondoltan fogják igénybe venni ezeket a dolgokat. Egyébként van jó része, például az, hogy használt lakást is lehet venni rajta. Csak szeretném mondani önöknek, Szarvason 400 darab általunk ismert eladásra váró lakás van a piacon. 7200 a lakásállama és 400 darab áruba bocsájtott. Ki van ráírva, hogy ez az eladó. Aztán volt egy olyan dolog, hogy van egy csöpp törékeny nő, korábban szocialista volt, most a LMP társelnöke, Demeter Márta lett a fő ellenség. Hát amelyiknek kormánynak ilyen ellenségi vannak, mint egy 89 éves vagy 90 éves ember ott nyugaton a Soros Györgyök, mert ugye mindig egy maratonból is 16-szor lehet vele találkozni. Meg ez a Demeter Márta, aki nemzetbiztonsági kockázat lett, mert egyszer rosszul mondta azt, hogy valami katonai gépen egy Orbán nevű lány is ült, az közben kiderült, hogy ez nem a miniszterelnök úrnak a családjához tartozik. Na ezért ő most nemzetbiztonsági kockázat, már kizárták a illetékes bizottságból, a honvédelmi bizottságból. Na, szóval ezt csak azért hoztam szóba, mert hát ilyen viszonyok vannak, kínosan fél és retteg mindentől, és hát kellenek az ellenség képek a hatalom. És amit még két témát szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, lehet, hogy van ez még három is, elnézést kérek, az a következő. Szóval kedves magyarok, kedves szarvasiak, kedves itt környéken bennünket nézők, hallgatók. Valaki egyszer láttam valami mémet itt az interneten, kiszámolta, hogy ha minden egyes Fidesz szavazónak visszaosztanák ezt a 14 milliárd forintot, 13 egyébként, de még valami hozzáért azért emlegetik a 14 milliárdot, amit most a miniszterelnök úr veje Tibor István miatt kell ennek az országnak nem lehívni, most egy picit bocsánat a magyartalan mondatért, Brüsszelből, mert nem kell visszakivizetni, mert nem hívtuk le se, tudják, csak megcsinálta a magyar önök, a szarvasiak, a mellettünk, a csabacsűdek, a békeszentrálisok, a konszentiek, a nyomolyak, meg a szentgotthárdi adófizető pénzéből fogják ezt befizetni, vagy lesz ez kifizetve. Szóval kiderült, hogy az Eliosz által sokáig tagadott, cáfolt, és a kormányzati körökből is cáfolt helytelen felhasználás is abszolút korrupció, ami kiderült. Hát megvan a döntés, nem hívja le ezt Magyarország. Ez nyilvánvaló belismerés annak, hogy a miniszterelnök családja nyakig benne van a korrupcióban. Eddig is tudtuk ezt, de ez úgy elmegy, tudják a napi hírek mellett. Csak tudjanak már róla, amikor majd májusra készülnek, meg majd a következő időszakra, hogy van itt, aki eltapsikolja azt a keserősen megkeresett pénzünket, és amik kapcsán önök adóznak, ilyen helyekre fordítódnak. Mindeközben még egy országos ügy, folyik a Magyar Tudományos Akadémia totális szétverése. Az embernek ég a képe, mikor ilyeneket tanulott és tanít, én is a saját munkahelyemen a gyerekeknek a mai napig, hogy Széchenyi az egyik legnagyobb magyar, aki az 1860-as években fölajánlott egy évi nemzet, saját családi jövedelmét. Néhány ezer, valami 6-7 ezer hold földje volt. Most szeretném elmondani, hogy a legnagyobb földbirtokos Magyarországon a világ legtehetségesebb gázszerelője, akinek ennél sokkal nagyobb területei van, csak szeretném mondani. Nos, abból alapozták meg azt a Magyar Tudományos Akadémiát, aminek az abszolút ellehetetlenítése folyik a napokban. Az egész magyar tudostársadalom és a nemzetközi kutatási szakma is, és professzorok sora és tudományos kutatóhelyek sokasága tiltakozik a magyar kormánynál azon lépések ellen, amit most egy gyorsbeszédű miniszter úr, Palkovics úr végver, hát nyilván utasításra ezen a rendszeren. Tudják, ez a kormány nem tűri, ha valakinek önálló gondolkodásra képes szervezete van, rendszere van, ehhez pénzt kap az államtól, az adófizetők pénzéből.
Tudjuk, hogy milyen az, amikor valamit kivisznek alapítványokba. Tudják, a Magyar Nemzeti Banknak vannak ilyen alapítványai, akik számolótól milliárd számra viszik a pénzeket, mindenki föl van ottan tőkésítve, tehát jól megy a családoknak, egyes családoknak Magyarországon. Mindeközben lezajlott az első parlamenti munkanap, mint azt a múltkor jeleztem, és ez már picit a szocialisták híre ishez tartozik. Semmi nem úgy lesz ebben az évben, mint ahogy eddig volt a magyar parlamentarizmusban. Bementek a munkájukra, látták, hogy ott szóba nem állnak velük, és 10 perc után bejelentve azt, hogy mi most már megyünk, és máshol is van dolgunk, kivonult az egész magyar parlament DK-tól Jobbikig, de mondhatnám a szocialistáktól az LMP-ig. És autóba ültek a sajátjukba, és elmentek Esztergomba, a Szuzlikegyár parkolójába, ahol hát beszerettek volna kéretűzni az egyik legnagyobb magyar multi vállalathoz, mert hogy látva, hogy mi történt az Audiba, lehet Magyarországon bérfejlesztés kicsikarni embereknek, úgy nem persze, hogyha a szakszeretek vezetőjét abban a percben, miután bejelenti, hogy ő szakszeret alapít a gyárban, kirúgják. Ez történt Esztergomban. Oda ment a magyar ellenzék, természetesen nem értek bebocsájtást, de érdekes módon azt hallom, hogy 10%-os bérfejlesztés van azóta a Suzuki-ban. No, tehát ezek szerint a magyar parlamenti ellenzék meg fogja találni a következő időszakra a politizálásának a kereteit. Most ez volt a, majdnem mondtam, hogy Soros, ez volt az a kiemelt problémakör, amit fontosnak tartottak az ellenzék soraiból. Természetesen lesznek majd ügyek, sajnos tele van a magyar társadalom problémákkal, tele vannak a magyar emberek megoldandó ügyekkel, és meg fogja találni a magyar politikai ellenzék, hogy mit kezd ezekkel. És hát legutolsó sorban még szeretnék egy dolgot mondani. Azért ez a hatalom néha odadob egy koncot, földob egy fejet, akire kilövési engedélyt ad. Biztos hallották már róla, már el is felejtettük, de most a napokban a sajtón keresztül lehetett erről tudni, Mennyi Roland nevű fideszes országgyűlési képviselő, akinek korábban kiadták a mentelmi jogát, 3 év jogerősen letöltendő szabadságvesztésre ítélték az urat, felfüggesztve egyelőre, illetve, bocsánat, első fokon megtámadta nyilván a védője, majd eljön a másodfok, és nyilván pont kerül a dolog végére. Az ellenék egyetlen egy szóban válaszolt erre, azt mondta, hogy kevés. Sok 100 millió forintos szabálytalan pénzfelhasználásról volt szó, európai uniós forrásokról, és csak szeretném a Békés megyéket, meg a bennünket, nézőket említeni, vagy emlékeztetni rá, hogy Békés megye egyik országgyűlési képviselője, fideszes, a Fidesz megyei választmányának elnöke, Simonka György úr is ebben az időben van, ő picivel nagyobb tételben utazik, 1400 millió forinttal, 1,4 milliárd forinttal van ő megvádolva, neki is kiadták a mentelmi jogát, mint tudjuk, azért lassan működnek és forognak a igazságszolgáltatás marmai, főleg, hogyha Handó Tünde kezébe van, aki teljes egészében bekötött a mai hatalomhoz, csak merni reméli az ellenzék, és én magyar állampolgárként is, meg a szocialisták itt szarvosom, hogy előbb-utóbb ki fogják vasalni tudni azokat a szálakat, amelyek vádemeléshez fog ebben a megyében is jutni. Világos volt az a néhány példán keresztül, azt gondolom, amiket elmondtam, hogy a Magyarország nyakig ül a korrupcióban, nem akarunk európai főügyészségi hatáskört Magyarországon. És olyan disznóságok tömkelege kerül naponta elő, ami nagyon nehezen találnak ma már nagyon sokan. Az, hogy ma béke van ebben az országban, majd lesz egyébként tavasz, meg lesznek tüntetések, meg lesznek demonstrációk, az nem jelenti azt, hogy Magyarországon ma a választók nagy része elégedett lenne mindazzal, ami zajlik. Pontosan tisztában vannak az emberek, hogy mi az, amit történik. No, és akkor a legutolsó dolog, legeslegutolsó dolog még ilyen országos és nemzetközi összefüggésben. Múlt héten megnyilatkozott, mert nem tehetett már mást. Manfred Werber, az Európai Néppárt, aminek a pártcsaládjába tartozik az a 11 jelenlegi vagy 12 jelenlegi magyar fideszes képviselő is, megszólalt és azt mondta, hogy nem tűrik tovább a magyarországi kormányzó párt magatartását és politizálását, amit az Unióval szemben végez. Tudják, megjelentek itt Szarvason a vasúti átjáróban, én is láttam tegnap személyesen, ott van Juncker úr,
aki ennek a pártcsaládnak a jelöltje volt az Európai Bizottsági posztra. Kampányolt mellette a budapesti Hősök terén Dajs Tamás, akkor meg volt borotválkozva, és Orbán Viktor, és mindenki a Fideszből. 4 évvel ezelőtt, amikor az a választás volt. Na ezt az ember szidják most azért, mert be akarják tartatni az Európai Unió szabályait Magyarországgal is. Orbán Viktor, ahogy hallom a legutóbbi megnyilatkozásaiban, már kicsit visszafogottabban, de azt mondta, hogy hát akkor harc, akkor vitázunk ezen a dolgon. Hát igen, kedves miniszterelnök úr, vita lesz az ön sorsáról, az ön kormányának megítéléséről. A magyarok majd május 26-án szavaznak erről, az Európai Unióban meg vagy addig, vagy utána közvetlenül pedig dönteni fognak. Csak tudják, azért hoztam ezt szóba, mert kit a fenét érdekelne ez, hogyha csak a Fideszről lenne szó. Na de rólam is szó van. Meg önökről itt, akik itt ülnek velem szemben, önökről, akik ott a kamera mögött ülnek, illetve a készülékek mögött. 2021-től új költségvetése lesz az Európai Uniónak 7-es évre. Már bejelentették. És átment a parlamenten, az Európai Parlamenten nagy többséggel. Hogy ahol demokrácia deficit van, vagy ahol kötelességi szegési eljárásokat kell indítani, ahol felszámolják az Európai Uniós alapi jogokat a jogrendjükben, azoknak az országoknak nem fog annyi járni. Kettő körös lesz az Unió, és bizony lesz az euróövezetnek ebben egy külön státusza. És mi a szélére fogunk kerülni Orbán Viktor miatt, a hatalmi érdekei miatt. No, ennyi a tétje annak, hogy mi történik itt majd május 26-án. A Magyar Szocialista Párt mit szól ez? Hát kongresszusot ültek február közepén, elfogadtak egy Haza Szeretet Európa nevű programot. Csak szeretném felmutatni, mert ez sok oldal, és hát nyilván nekem nincs itt lehetőségem erről szólni, nem is szeretnék belemenni, mert ez egy kampányjellegű dolog lenne, de legalább egy kép erejéig talán felmutatható, tehát ez a címe. Arról szól, hogy a haza és Európa nem lett ellenzékben. Mi olyan uniót akarunk, amelyben egy olyan szociális Európát, amelyben az olyan kis királyságnak, mint Magyarországnak nincs helye. De ez nem azt jelenti, hogy mi nem szeretnénk ott tudni az országot, mert mi vittük be 2004-ben. A magyar akkori regnáló kormányfő írta alá az előszóló megállapodást, Megyesi Péternek hívták, a miniszterelnököt is, Kovács Lászlónak, a külügyminisztert. Hanem arról, hogy nem akarunk engedni abból, és itt 4 pontban, 7 pontban össze van ez foglalva, nem akarom elmondani önöknek, ahol szorosabb integráció van, ahol szociális Európa van, ahol jogállamok vannak, ahol az Európai Unió tagállamai betartják azt, amire szerződtek. Nos, ennyit tehát külpolitikai témákról, a Magyar Szocialista Párt kongresszusán, tehát ez volt az egyik fő téma. A másik, hogy elfogadta a listáját, az Európai Párti Erők listáját, ami még nyitott. Amennyire én tudom, a következő időszakban ki fog egészülni a Párbeszéd által elfoglalt listával ez a dolog, és az első néhány helyén ennek a két pártnak lesznek a jelöltjei, de a dolog, a lista az nyitott, ezért, hogyha más pártok a következő időszakban csatlakoznának hozzá, akkor ott megvannak a különböző nyitott helyek. A Magyar Szocialista Párt azt gondolja, hogy az eddigi kettő helyet több, egyel több ember tud, jelöltet tud bevinni az Európai Parlamentbe, hát természetesen ennek majd a igazság pillanata május 26-án, mint tudjuk, jön el. Természetesen minden magyarországi párt azt állítja, hogy ő több embert tud bevinni, a kormányzó párttal az élen. Én szeretném mondani, hogy a választók kezében lesz ez a dolog. De hadd mondjam el, hogy történt egy érdekes ügy, a Magyar Szocialista Párt kongresszusára ellátogatott Timmermans úr, az Európai Bizottság első elnök helyettese, tehát Juncker úrnak az első helyettese. Ő a szocialisták frakciójának, az Európai Szocialisták csúcsjelöltje a májusi választásra, és az a jovális holland úr idejött, és képzeljék el, ment az utcán. Egy kis kísérettel kísérték őt a szocialista vendéglátói. És megállították őt, újságírók is megállt, és válaszolgatott. És én a interneten láttam olyan is, ahol provokáló, alig angolul makogó jobboldali újságíró próbált őt faggatni arról, hogy mi a helyzet, és ő miután nagy nehezen összerakta, hogy mit akar kérdezni az urakat, folyékonyan elmondta neki, maga biztosan, hogy mi milyen Európát szeretnénk, nem ilyen migránsosat, amit itt Orbán Viktor már kétségbeesésében vizionál a magyaroknak.
Na idejött Imerons, és végigment a Magyar utcán, a főváros belső kerületeiben, mert mentek egy étterembe, egy programra. Előfordulhatna ez a magyar miniszterelnökkel? Előfordulhatna ezt Timmermans múlva? Vagy a Manfred Weberrel, akit nem engednek emberek közé? Hát egyelőre ide se jön. Mert az imént mondtam 3 perccel ezelőtt, hogy azt üzente a magyar miniszterelnöknek, hogy nem fog menni az a politika. Ha ő kívülről így támadja az uniót, akkor miért akar egy képviselőt is küldeni ebbe az unióba, amit utál, amit fikáz, amiről azt állítja, hogy a Magyarországra be akarja telepíteni mindenki mást. Mindjárt beszélünk szarvasi ügyekről, mert itt láttam turbánus embereket, még ilyen kicsit feldeszemű mongolokat. Akkor ezek hogy jöttek ide? Itt vannak már? Vagy ide születtek? Vagy mit? Ilyen gyorsan megnőttek? Vagy mi a túró történik? No, tehát a Magyar Szocialista Párt a kongresszusán ezeket az ügyeket eldöntötte, komoly támogatást kapott, idejött a csúcsjelöltje, és hát elfogott azt a programot, amit felmutattam. Erről majd a következő szakban természetesen a választók meg fogunk szólni. Természetesen mindeközben helyben pedig, hát ahogy hallom, elkezdődtek a önkati előkészületek, és hát ahogy túlaszünk ezen a májusi választáson, egészen biztos, hogy itt is felpörögnek majd az események. Na de még a őszi választásokig van egy kis idő, egészen szeretném mondani pontosan 8 hónap, amelyre most tudjuk, de most van egy regnáló helyi önkormányzat, és ő meg végzi a dolgát, a munkáját, szeretnék erről néhány mondatban számot adni helyi ügyekről. Az elmúlt heti képviselőtestületi ülést nem bejárással kezdtük most sajátos módon, folynak szarvason és vég kifejletben lévő barázásaink vannak, többek között már csak utolsó simítások vannak a orvosi rendelőnk parkolója és udvar kialakítása kapcsán, nyilván el fog jönni az ideje rövidesen, hogy át fogjuk adni majd a lakosságnak, a betegeknek, illetve hát azt használóknak. Ugyanilyen végső fázisban van a múzeum, én most beszéltem ott a kivitelezőkkel, ők már egyébként levonultak és ilyen utómunkálatokat végeznek ma már csak ezen a beruházáson, és hát elkezdődött, a múltkor beszéltünk erről, láthattuk a terepet, a Családsegítő Központ beruházása és több minden más is folyik. De ezért aztán most mi nem a terepre mentünk, hanem fogadtuk a Városháza nagytermében azokat a sportolókat, akik a büszkeségeink, akikre itt valamennyien mi 16.100-an ebben a városban, akik élünk, nagyon büszkék vagyunk, mert a Szaros és Vidéke szerkesztősége már hosszú évek óta meghirdeti a legjobb város, a város legjobb női és férfi sportolónak kiírt díjat, és ennek az átadására került sor a testületül is megelőzően. Én itt is szeretném megköszönni önnek személy szerint Tatai László főszerkesztőről, hogy gondozzák ezt az ügyet, és egy nagyon fontos fórum annak, hogy a város megünnepelhesse azokat a fiatal, és köszönthesse azokat a nagyszerű fiatalok embereket, és ráadásul azokat, akikre a olvasó, az újság olvasói és a várospolgári szavannak. Kialakult egy sorrend, én nem mennék ebbe vele, csak szeretném önöknek lájékoztatásra elmondani, hiszen minden egyes médiumból önök az elmúlt napokban fényképpen, fotóval, filmekkel ott voltak a valamennyi médium csatornája, ott volt ezen az aktuson. És hát szeretném elmondani, hogy a 3 legjobb női és a 3 legjobb férfi sportolót tüntették itt ki. Az, hogy ennek a csöppvárosnak, mert azért ezzel a 93.000 négyzetkilométeren, és hát már nem egészen 10 millióan. Mi élünk, akik mai polgárai vagyunk ennek az országnak. És ezen belül egy 16.100-as és városnak olyan kiemelkedő sportolói vannak, akik már világbajnokok, európai bajnokok, ifjúsági kategóriában, a különböző sportágokban és korosztályokban, az egy fantasztikus dolog. Az, hogy olyan kiváló motorversenyzőnk van, aki hát előbb-utóbb márkóban hírnevet szerzett, de hát olyan magaslatokba fog eljutni, ami korábban nem volt ismert, legalábbis a motorosportban a városban, ez egy fantasztikus dolog. Az, hogy nekünk olyan táncosaink, kajakosaink vannak, és most nem akarok végigmenni a sportágokon, akiknek a versenyzői nyerték ezeket a díjakat, akikre hosszú évek óta nagyon büszkék vagyunk, és tényleg nagyon jó ilyen értelemben szarvasinak lenni, meg ott helyben képviselőként is ülni, és testközelből köszöntetni ezeket a fiatal embereket, hölgyeket és urakat, ifjú hölgyeket és ifjú urakat, mert tényleg hatalmas teljesítmény mögöttük, és én pontosan tudom, hogy a szülőknek, a sportegyesületeknek, az iskoláiknak, és sok mindenki másnak köze van ahhoz, hogy ők ezt az eredményt elérhették, tehát nagyszerű volt.
Ezzel kezdődött tehát ez a testületülés. Mondom, nem mondanám most, hogy kik nyerték, ez részletesen is pontosan is az eredményeket is felmutatva megjelentek a médiumokban. A testület ezt követően elkezdte a munkáját, és 7 napi rendi pontot, 7-es napi rendet, ez most elég emberes testületülés volt, 23 bejelentési napi rendet, és 5 zártilosi napi rendet tárgyalt meg. Szeretnék néhány dolgot elmondani, azzal együtt is, hogy összességében ez egy viszonylag kedélyes, zökkenőmentes képviselőtestületülés volt, de hát nem teljesen így indult ez az elején, mert hát azért mutatkoztak itt ennél izgalmasabb témák is, amiket elnapoltunk, vagy a következő időszak tárgyalásait követően fogunk újra napirendet űzni. De amit megtárgyaltunk. Az első, amiről meg szeretnék emlékezni, az az elmúlt évi zárszámadás. 5-ször módosított az elmúlt évben Szarvasváros a tavaly ilyenkor elfogadott költségvetését, és 6,5 milliárd forint tett a vége. Ahhoz képest, hogy ez egy 2,5 milliárd forint működési előirányzatta elfogadott költségvetés volt az elmúlt évben, 6,5 milliárd lett a teljesülés. Én azt gondolom, hogy ebből látszik, hogy nagyon sok minden, amivel belevágtunk, sikerült elvégeznünk, megcsinálnunk, és hát ezzel lezárni az évet. De szeretném elmondani, hogy a következő napirend a 2019-es, tehát az ez évi költségvetés elfogadása volt, hiszen a második fordulós közmeghallgatás követően erre is sor került, ez meg 5,5 milliárd az induló. Ez számomra azt mondatja, mert hogy képzeljék el, most hadd jelentsem önöknek, bár aki látta esetleg élőben vagy a ismétlését, az tudhatja, életünkben először, vagy legalábbis most az elmúlt 8-9 évben először egyhangulag fogadta a testület a költségvetést. Én itt néztem is fölfelé, hogy száll-e a terembe az angyalka, mert hogy akkor egység telepedett a testületre. Korábban tudják, mindig volt legalább egy. Szeretném mondani, hogy mindig a Jobbik Magyarországi Mozgalom képviselői volt, aki nem fogadták el a város költségvetését, mert nem volt igazán érvük, azt mondták, hogy csak, mert ők ellenzékiek. És én mindig úgy szégyeltem is egy kicsit, hogy hát attól ellenzéki valaki, hogy nem fogadja el a költségvetést. Hát szeretném mondani, hogy tudják, én meg 3-szor voltam 12 évet összesen a magyar parlamentben, és ott mindig elfogadtam az állami költségvetést, mert kormányon voltunk. Aztán hazajöttem, és helyi képviselő voltam ebből 8 évig, és akkor hát itt meg nem fogadtam volna el azt, ami abból származik, hát egységes államháztartásról. Az, hogy nekem mi a véleményem a kormányzásról, arról, hogy esetleg a mai kormányzópárt helyben hogy működik, azt más módon is el lehet mondani, ki lehet fejezni, nyilvánvalóvá lehet tenni a választónak, nem biztos, hogy ez a költségvetés. Ugye ebben benne van, bizony benne van a bérminimum és a minimálbéresek a mi dolgozóinak a béremelése is, benne van a civil szervezetek támogatása, benne van egy csomó fejlesztés, egyébként attól 5,5 milliárd már az elfogadott költségvetés, mert ebben már 2,5 milliárd durván a működés, a további 3 milliárd forint az már arról szól, hogy már itt vannak azok a pénzek, amelyek a beruházásainkra vannak, és azt tudom mondani önöknek, hogy jó szívvel el lehetett 2019-ben még fogadni ezt a költségvetést, én ezt ott szóval is tettem, mert látom, az előkészítésből is látszik, és az egész folyamatából, hiszen volt koncepciótárgyalás, volt első forduló, második forduló, volt közmeghallgatás, amire hát nem sűrű sorokba jöttek a választók, a külső érdeklődés, de az összes intézményünk meg lett szólítva, és elmondták, hogy ők is biztosítva látják a költségvetést. Nem lennék 2020-ra már ilyen optimista, mert látszanak jól az irányok. Nagyon nagy gondok vannak az önkati testületek és a különböző települések életében, mert szeretném önöknek elmondani, hogy már látszik, hogy jövőre nagy baj lesz. Ki fogják vezetni a közmunka egészét a mai hírek szerint? Ma nálunk ez sok tucatnyi dolgozót, idézel be a tucatnyit, sok-sok főt jelent, akik a különböző intézményeikben dolgoznak. Én nem tudom, hogy fogja ezt pótolni. Fogja majd a következő képviselőtestület ezt pótolni. Engem nem fog személy szerint érinteni ez a dolog, de hát a városban fogok élni én is, és a következő testületnek majd ilyennel kell szembenéznie. De most még ez nem volt probléma ebben az évben. Megszűnik a TAO támogatás, kulturális TAO része, a foci nem. Az megmaradt 150 milliárd forint, levették azt is felére, de ezt gyorsan visszaemelték, mert voltak ott olyan érvek, amik meggyőzték a kormányzatot, és személy szerint miniszterelnök urat, mert hát rajta múlnak ebben az országban ezek az ügyek. De nincs kulturális TAO,
És bizony a mi színházunk, a Cervus Teátrum, meg maga a Cervus Teátrum, mint intézmény is, nagyon komolyan. Többek között csak szeretném mondani, hét kulturális foglalkoztatjuk van. Meg a jegybevétel arányosan leírható TAO 10 milliós nagyságrendű volt. Na én ezeket szóval tettem, elmondtam, de engem megmutatott az, hogy az intézményeink látják az egyéb működésük dolgait. És volt még egy nagyon fontos napirend a napirendek között, hogy Szarvasváros elfogadta az új rendelétét, annyira új, hogy teljesen át kellett dolgozni a régit, amelyben a települési támogatások és a szociális támogatások és a gyermekvédelmi támogatások egészen benne van. Szeretném önöknek mondani, hogy ez egy több 10 millió forintos, több mint 40 millió forintos végösszegű rovat a költségvetésünknek, és én szarvosiként, 21. éve helyi képviselőként azt mondom, hogy nagyon büszke vagyok rá, hogy a városban a gyerekektől, a gyermekekről szóló gondoskodástól, az idős gondozásig mi elég sok mindenben próbálunk helyben is segíteni. De hát szeretném önöknek elmondani, és ez akkor most ellenzéki vélemény, hogy egyetlen egy árva fillért ehhez az állam nem ad 2019-ben, mert úgy alakult az elmúlt évi adóbevételünk, ami meghaladt, vagy 1 milliárdos nagyságrendű volt most, megugrott a mellettünk folyó és ebben az évben reményeink szerint lezáruló elkerülő út, az M44-es szakasz, ami jött, többen voltak ide bejelentkezve és ide adóztak. Na ezzel elértük azt, hogy az úgynevezett adóerőképességünk egy minimális összegen meghaladta a fejkvótából leosztott azon részt, amely kapcsán azon, egy picit bonyolult a mondat, amit mondok, kiegyenlítő mechanizmus révén, ami ugye a kisebb önkormányzatoknak a rovására a nagyobbak a sújtja, és mi most ebbe a kategóriába kerültünk, egyetlen egy fillért nem adott szociális tárgyú kifizetésekre. Szarvasváros egyetlen egy polgára, gyereke nem maradhat ellátás nélkül, ezért én nagyon örülök és bátran tudom támogatni. Most ezt nem kellett volna elfogadni egy helyi képviselőnek, akár MSZP-s, akár Jobbikos. Gondolom, hogy ezért támogatta együtt velem dolgozó képviselő úr is az előterjesztést, és támogatták a Jobbikosok a bizottságban is egyébként. Bejelentések között 23 ügyről volt szó, a különböző fajsúlyú támogatások, megkeresések, helyi döntések, ezek nem szeretnék a részleteire belemenni, egyetlen egyet viszont szeretnék, összesen hármat szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy elfogadtuk a Szarvas Hazavár program feltételrendszerét és a szerződés szövegét is most már, amivel kiállunk a program érintettjei felé. Fölítottunk az elmúlt időszakban, vagy most folyik ez a munka, bocsánat, nincs még vége, 19 önkati lakást, amit azoknak a fiataloknak szánunk, akik gyermeket vállalnak, előtakarékosságot vállalnak, itt dolgoznak helyben, vállalnak megtakarítást, mert ez nagyon kedvezményes formáció egy további lépéshez, és hát van még ott néhány klauzula, amit én most nem szeretnék, egy feltételrendszer, amit én nem szeretnék most elmondani, részletesen közzétettük, szerepel ez egyébként a médiumok hasábén hozzáférhető, de most már megvan a végleges szerződés tervezete. Nagyon örülök ennek a dolognak, ez egy jó kezdeményezés. Amiről szeretnék mi szólni, elfogadtuk a Városi Könyvtárunk, a Múzeum és Városi Könyvtár intézményünkön belül a Városi Könyvtár intézmény egységnek a elmúlt évi munkájáról szóló beszámolóját és a jövő évi tervéiről szóló előterjesztést. 72 oldalas anyagot tárt elénk az intézményvezető, aki egy roppant fölkészült, nagyon elkötelezett a szakmájában, nagyon elfogadott hölgy, és Pagi Lászlóné Erika, és nagy örömünkre szeretném önöknek elmondani, hogy mi az ország egyik legjobb könyvtárával rendelkezünk ebben a városban. Az elhelyezésük még mindig nem profi, mert hát ott nem is fogjuk nyilván minden igénykielégítő módon megadni ezt az ügyet. Terbe van az véve, és hosszú távon nyilván majd egy következő testület talán már lesz abban a helyzetben, hogy megoldja ennek a intézménynek a működési feltételeit. Nyilván mindenki által ismert, hogy a Mitrovszki kastély egy szárnyában, vagy egy részében szárnyuk az ő jövőbeli eljegyzésüket, forráshiány ennek idáig. Volt fontosabb dolog, azt kell mondjam, orvosi rendelő, meg sok minden más. De most már rövidesen ők következnek, de az a szakmai munka és elismerés, amivel illették őket, amit mi is látunk. Én nagyon sokat elmegyek oda a diákjaimmal egyébként rendezvényekre, meg érdeklődő polgárként is, meg a kulturális ügyekért felelős tisztviselőként is. Én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk erre az intézményünkre, és megvannak az idei terveik is, pályáznak, most is egy több 10 millió forintos pályázat végrehajtása folyik.
És hát amiről itt még szeretnék szólni, és ezt erre azért én is meg kell mondjam őszintén, fentem a fogam, de nem sikerült most a dolgot a végleges állapotába hozni. A 2019 évi mégi média támogatások ügye le lett véve napirendről. Egy pici kis bevezetőt azért elmondott a polgármester, és én ezt hozzá is szóltam, mert hogy én ott is elmondtam, és szeretném kettő mondatban itt elmondani, hogy én nagyon-nagyon boldog vagyok attól, közéleti szereplőként is, meg magánemberként is, hogy ebben a városban mi azt elmondhatjuk, hogy van 3 televíziócsatorna, 2 hetilap, egy önkati fenntartás és egy magán, van rádiónk, van internetes újság, amit remekül működtet a tulajdonosi köre, és én nagyon örülök, hogy gyakorlatilag itt ebben a városban minden a lakosságot szolgálja ez ügyben. Máshol tudják. Ezt vagy megvette valami nagy kormányhoz közeli érdekeltség, vagy különböző megosztottság tapasztalható benne. Nálunk a itt lévő médiumok mindegyike azon dolgozik, hogy ki szolgálja a helyeket, meg a környéken élőket. Nincs az rendben, ahogy most áll az a dolog, ezért feszkó van a rendszerben, szeretném elmondani, és fog is még maradni, akármi is történik a követő időszakban, én ezt már látom előre. Ugyanis szerint most levettük ugye a napirendről, azzal, hogy még itt majd a felek egyeztetni fognak egymással. Személy szerint én egy régi motoros vagyok már, azt pedig már a saját önálló életemből is tudom, hogy a farkas meg a nyuszi nem nagyon fog békét kötni adott esetben. Az amerikaiak nem szokták megkérdezni, ez egy mondás Amerikában, hogy a pulyka szereti a karácsonyt. Ott az a nemzeti érdelők ilyenkor. És tudnék még mondani más ilyen hasonlatokat, de nem tenném, mert a dolog az annál sokkal komolyabb, meg bonyolultabb, mint ahogy én ezt most itt felvezetem. Nagyon remélem, hogy a következő egy hónap elég lesz ahhoz polgármester úrnak, meg címzetes főjegyző úrnak, akik ennek a felelősei ennek az ügynek, hogy március közepére, amikor a következő testületülés lesz, hogy március második felé, harmadik hetében, abban a állapotban lesz az a megállapodás, amit jó szívvel mindenki alá tud írni, vagy el tud fogadni. Én ugyanis azt szeretném, magánemberként is, meg mondom ennek a pártnak a helyi vezetőjeként is, és közvető szereplőként is, hogy ebben egy viszonylag igazságos dolog történne. Nem fog igazságos lenni, természetesen, mert itt ül velem szemben a Videokronika tulajdonos és kamerája, és szeretném elmondani, hogy ott történt politika döntés velük szembe, vele szembe, néhány évvel ezelőtt. Ő a mai napig a saját pénzéből tartja fönt 10 éve ezt a dolgot, míg mások valamilyen módon kaptak ezt támogatást. Most igazságtalanság van a rendszerben, ez az én egyéni véleményem. Én nem voltam a elmúlt év június 21-én azon a testületülésen itt, amikor mert szabadságomat töltöttem külföldön. Amikor ez a dolog történt, most van egy állapot, egy helyzet, és azt kell mondjam, hogy a különböző felek tisztességgel végezték ez ügyben a munkájukat, és tették a dolgokat. Van, aki ezért pénzt kapott, komoly támogatást, van, aki meg nem kapott érte semmit se, vagy áttételesen próbáltak neki segíteni csupán. No, és akkor van az írott sajtó, és van a rádiónk dolga még, és hát sok minden mást hallottunk ott a polgármester úr, még egy olyan verziót is elmondott ott, amit én most hallottam a Bopeszben először. Na, föl kell erre készülni, nem akarom most én személy szerint innen generálni a problémákat, meg fognak ezek valószínűleg oldódni a következő időszakban. Én abban vagyok személy szerint érdeket is, én abban itt fogok dolgozni, a magam módján is ahhoz fogom majd adni a szavazatomat, hogyha itt egy viszonylag tisztességes megállapodás tud születni. És engem semmi más nem érdekel ebben az egész ügyben, csak az, hogy a szarvasiak legyenek kiszolgálva, és a megszokott minőséget minden oldalról, minden médiumtól meg tudják kapni, és én ebben remélem, hogy az érintettek meg is fognak tudni egyezni és állapodni velünk. Ez történt tehát a meg nem tárgyalt napirenddel, és zártülésen utolsó mondatként szeretném elmondani, hogy 5 ügyről beszéltünk, hát ebben megint volt egy ingatlan bérbadásos történet, és volt a 2 darab hulladékszállító járművünk értékesítésének a dolga. Most gondolják el, hogy én az a egyedüli képviselő vagyok, aki nem vagyok hajlandó hulladékügyekről szavazni, én ezt mindig bejelentem előre. Polgármester úr nevet rajtam, mert mondja, hogy a kukás ügyekben a földesét nem lehet megszólítani, nem. Ez egy akkora hatalmas
elcseszése, nem tudok jócot mondani rá a mai magyar kormányzatnak, hogy létrehozta ezt a nemzeti hulladékkezelő szervezetet, új struktúrát és törvényt és mindent, amiben hivatkozik az Unióról, hogy azok várják ezt el. Itt volt egy jól működő rendszer kistérségi hulladékkezelővel, járművekkel, a lakosság döntő többségének megelégedésére tudtuk ezt a problémát kezelni. Hát most meg azt mondom, hogy nagyon sokak rosszallása mellett zajlik ez a dolog, úgy, ahogy nekem is van erről magán véleményem, hordják ki fel ott a mi házomba is plusz pénzért a kukát, mert nem hajlandó bejönni ért, és sok minden más van bele. No, odáig jutott a dolog, hogy a mi két régi egyébként 10 évesnél több idős járgányunkat el fogjuk adni most x pénzért. Hál' Istennek, én idézőben mondom, ellenzékiként nem kellek ahhoz, hogy erről szavazzon a többség, egyhangulag egyébként támogatták, hogy rendezzük ezt a dolgot. Idáig jutott ez az ügy. Nem tisztem, nem akarom, mert majd erről beszél a polgármester, ha akar. Azt kell mondjam, hogy nem mondhatja ő azt, amit én, mert ő abban a oldalban érdekelt, és nagyon-nagyon-nagyon utálja ezt a történetet, ami előtt erőnek erejével van ránk kényszerítve. Senkinek nem jó a dolog. Mi ott 12-en sem értünk el egyet, de hát ők nekik meg kell szavazni, mert az élet van csak ilyen. Én viszont elmondhatom azt, hogy nem értek vele egyet. No, ezek voltak a képviselőtestület tűrésének legfontosabb dolgai. Zárásként, mert erről akartam ma beszélni, szeretném önöknek előrevetíteni, hogy az iménti felvetett témákból látszik, hogy azért a következő időszakban is nagyon izgalmas ügyek jönnek. Március közepén, március végén már azokról az ügyekről is tudunk egyrészt beszámolni, amit az előbb felvillantottam, például a médiahelyzet, de sok minden más is szóba fog addig kerülni. Újabb pályázataink elbírására kerülhet sor még választási évben ősszel, önkati választás van. Nekem azért meggyőződésem, hogy lesz egyfajta vörgés ez ügyben is, és elmozdulás. Abban a reményben köszöntöm én önöket majd most már a következő tavaszi ülésen, hogy reményeink szerint a városban azért mi a különböző határozott ügyeikben előre tudunk lépni, a nagypolitikában pedig hát zajnak a folyamatok, erről azért majd időnként számot fogunk adni. Nagyon megköszönöm, hogy meghallgattak engem, ahogy ezeket az ügyeket felvetettem, elmondhattam, remélem, hogy többen egyetértenek mindazzal, ahogy mi látjuk ezt a dolgot, és hát lesznek majd akciónk és feladatunk a következő időszakban. Mielőtt lezárnám is elköszönnék egy nagyon rövid mondattal, szeretném kérdezni, hogy a elmondottakkal vagy bármilyen más jellegű ügyel kapcsolatos önöknek most itt helyben kérdésük van-e. Amennyiben nincs, akkor elköszönök, nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra találkozunk a márciusi